Ez az a pécsi Uic Béla utcai lépcsőház, melynek harmadik emeleti lakásához riasztották ma a tűzoltókat. Egy a tűzhelyen felejtett olajos serpenyő okozta a tüzet. A környékbeli lakosoktól kapott mobiltelefonos felvételeken is jól látszik, hogy hatalmas füst gomolygott a szoba erkélyén át az utcára. A nagy hőhatás miatt megolvadt az erkélyre szerelt redőny is. A pécsi hivatásos tűzoltók átvizsgálták, valamint áramtalanították az érintett lakást, a lángokat pedig egy sugárral eloltották. A szomszédos lakásokat is átvizsgálták, erre a tűz nem terjedt át, de a szomszédokat el kellett zárkóztatni. A katasztrófavédelem szóvívője elmondta, hogy a lakók elzárkóztatására azért volt szükség, hogy a szomszéd lakásokba füst ne tudjon bejutni, valamint az esetlegesen folyosón, lépcsőházban tartózkodó lakók közül senki se sérüljön meg, és biztosan ne kapjon füstmérgezést. Horváth Nikolett hozzátette, hogy nagyon fontos a tűz észlelésekor az azonnali, de helyes oltás. Ha tűzhelyen felejtett olajég, nagyon fontos, hogy vízzel sose próbáljuk meg eloltani, mert az olaj kifröccsenhet, égési sérüléseket és tüzet is okozhat. Ha ilyen esettel találkozunk, akkor a legjobb, ha lefedjük a serpenyőt, így megszüntetjük az égést. Ha a sütőben ég valami, nagyon fontos, hogy először kapcsoljuk le a sütőt, várjuk meg, míg a tűz magától elalszik, és vigyük ki az érintett edényt vagy serpenyőt a szabadba. Az elővigyázatosság különösen ebben a melegben tehát még fontosabb. A mai tűzben a konyha bútorzata is megsérült, továbbá kormos lett több helyiségben a fal. A kár jelentős, a javítások és a cserék ára gyors becslés alapján is elérhetik az 1 millió forintot.